A lakodalom az élet egyik legnagyobb és legfontosabb fordulata, ezért minden nép életében, szokásaiban kiemelkedő helye van. Tájegységenként más és más a lakodalom menete, de főbb vonalakban természetesen megegyezik. Vidéken még ma is megszokott menet szerint zajlik minden. Egy ehhez hasonló eseményt valósított meg a Kossuth Olvasókör július 27-én az Ifjúsági Házban, mely a Kiskockás Parti nevet kapta. Farkas Ildikó, az Olvasókör elnök helyettese televíziónak elmondta, hagyományteremtő célra szervezték meg a rendezvényt. Azért találtuk ki ezt a nevet, mert szeretnénk egy hagyományt teremteni. Olyan nevet próbáltunk kitalálni, amit a közeljövőben, tehát évről évre tovább tudunk vinni. A Kiskockás Parti azt fedi, hogy az a terítő, kiskockás, piros kiskockás terítők vannak az asztalon. A vendégeket az udvaron felállított sátrak alatt megterített asztalok várták, melyet a rendezvény nevét adó kiskockás terítők díszítettek. Folyamatosan érkeztek az érdeklődők, lassan mind a 110 vendég elfoglalta helyét. 18 órakor az Olvasókör alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Ildikó elmondta, a rendezvény a falusi lakodalmak hangulatát hivatott megcélozni, de itt kicsit mókásabb formában került megszervezésre. Ez egy állakodalom lesz, ami azt jelenti, hogy lesz mennyasszony vőlegény, lesz zenész, lesz vőfély, és gyakorlatilag egy az egyben úgy fog működni, mint egy lakodalom, lesz lánykikérés, búcsúztató, esketés, mennyasszonytánc lesz, csokoreldobás, tehát minden, ami ilyenkor lakozik. A pikantériája a dolognak az, hogy a vőlegény az nő lesz, a mennyasszony pedig egy férfi lesz, mind a ketten a Kossuth Olvasókörnek a tagjai. Farkas Ildikó többek között azt is elmondta, miből valósulhatott meg a rendezvény. Önerőből és pályázati úton nyertünk támogatást a megyei önkormányzattól, ezen felül kaptunk segítséget a helyi önkormányzattól is, és a segítőkezektől is. A vidéki lakodalmak szószólója még ma is sok helyen a vőfély. Ő hívja össze versikével a vendégeket, segít a figyelem összpontosításában. Itt sem volt ez másként, Pokornyi József köszöntötte a rögtönzött násznépet, és ezzel megkezdődött a lakodalom. Gyere csak, gyere! Gyere csak! Gyere csak! Gyere csak, gyere! Gyere! Gyere csak! Gyere csak ide a párod mellé! Kedves mennyasszonyom! Most magához szólok. Azon ajándékért, amit vőlegény urunk ígért, jöttünk mi a násznéphez, nem pedig nem másét. Így hát tisztelettel kérem, vegye által vőlegényünk által készített virágcsokrát. Puszi is jár. Kedves mennyasszonyom, most ismét magához szólok, most a nékem ígért ajándékát, kösse át a szalagot, amivel megbíz a mai nap levezénylésével. Köszönöm szépen a szalagot, ezért adjon az Isten olyan párt, kivel eltöltheti földi boldogságát. Mint minden lakodalomban, itt is elbúcsúzott az ifjú pár szüleitől, nagyszüleitől. E nehéz órákban kide is gondolok, drága édesanyám, most te hozzád fordulok. Könnyeim letörlöm, szemem rád emelem, mert eddig életem neked köszönhetem. Mint kertész a virágját szereti, ápolja, majd mikor megnő, más meg leszakítja. Mikor beteg voltam, felettem őrködtél, a bajtól menteni mindig igyekeztél. De szerelme szívem már szíve után, más vágya után vágyik, így a te rózsafád most megvirágzik. Utoljára mit is mondhatnék te néked, Isten áldja meg minden lépésed. Édesanyától tessék elbúcsúzni mind a ketten, menjetek valakit. Megkuszírtok.
Kedves édesapám, most te hozzád szólok, figyeljél ide, halljad, mit mondok. Meg kell, hogy köszönjem a sok jóságodat, meg az értem való fáradozásodat. Azt mindenki tudja, nagyon sokat mentél, értel, éjjel, s nappal egybevettél. Fáradt karjaimba sokszor belevettél. Szeretlek, jó apám, ismered szívemet, te érted, láthatod kisítkét szememet. Most jöjj, öleld meg menyasszony, illetve vőlegény fiadat, és engedj el utamra, melyet a sors mutat. Intő szavaidat szívembe zárom, elmegyek, jó apám, az Isten megáldjon. Édesapák! Majd búcsút vettek testvéreiktől, keresztszüleiktől, barátaiktól is. A búcsú után a vőfély a vőlegény szavait tolmácsolva köszönetet mondott menyasszony a szüleinek. Ezt követően elindult az ifjú pár, hogy Isten színe előtt örök hűséget fogadjanak egymásnak. Tisztelt vendégsereg! A szerelem szent nevében induljunk egy csendes békességben. Kísérjük el mi vőlegény urunk párját, drága kincsét, ékes menyasszonyát. Szerezünk ma neki örömet, boldogságot, szedjünk a kertükre egy szál gyöngyvirágot. Induljunk az szertartásra a legnagyobb rendben. Húzd rá! Gyertek utána! Fogadjunk egy iszeboltba, gyerek van a menyasszonyba! Többet ér a lábad köze, mint az egész Bihar megye! Házi nyúl bunda nélkül, nász nagy uram töke nélkül! Serpenyőben sül a rántás, vőlegényünk jaj de csámpás! Az ara és a vőlegény megérkezett a templomba, kezdetét vette az egyházi szertartás. Először a vőlegényt Lőködi Gyulát kérte fel eskütételre a pap. Most te ifjú legény, 10 kérdést fogok hozzád intézni. Válaszolj hangosan és érthetően. Szereted-e az oldalon álló hajadont? Mondd, szereted-e? Igen, szereti. Szabad elhatározásokból tépted le csipkés bugyogóját? Igen. És hogy aztán térde felve hervaszva el szüzélyes virágát. Kijelented-e? Így volt. Így volt, igen. Vágsz-e neki elegendő fát, hogy neked még jobban befűthessen? Igen. Hordasz-e neki elég vizet, még ha jobban megfőzhessen tégedet? Mondd csak, hordasz-e? Igen. Ellátod-e karjait közt minden nap, elaltatod-e? Igen. Levetkőzteted-e minden este? Igen. Felöltözteted-e minden reggel? Igen. Keresetet nekiadod? Minden félérik, hogy elkölthesse, neki adod-e? Igen! Majd a menyasszonynak tette fel kérdéseit. Ha betalál rúgni, hazatolod-e a taricskán a kocsmából? Igen, hogyha nem... Jó, nem. Levetkőzteted-e, lefektete tisztességesen? Mondd csak, lefektete-e? Igen. Megcsokolod-e részek pofáját illedelmesen? Igen. Másnap elvégzett helyette a munkát? Igen. Megrágod-e helyette az ételt, még a rágástól is megkiméled? Igen, de nem igazán. Ellátod-e annyi pénzzel, hogy a kocsmából egész nap ne kelljen hazajönnie? Igen.
Megengeded-e, hogy a kuplerájba járjon, és ott jól érezze magát? Nem igazán. Igen! Ne szólj bele! Ezzel házastársak vagytok. Most pedig mondjátok el az esküszövegét. Én Löködi Gyula. Én Löködi Gyula. Esküszöm Katyám madzagjára, hogy ezt az üszőbórű, hasonló szeretetre méltó sejemnyakú, rücskös pofájú, kószos hajú, ferdeszájú, másfél álló, rebessarkú lányzot szeretem. Szeretem. Ezt a löködnyakú, hátulnyakú, előszeme, hátulfüle nincs. Szeretem. Hátul szeretem. Szeretetből veszem el. Szeretetből veszem el. Öt háló cimborájul. Öt háló cimborával. Vele megelégszem, vele egerészem. Vele megelégszem, vele egerészem. Vele tűrök, vele törkölök. Vele tűrök, vele pörkölök. Vele együtt hálok. Vele együtt hálok. Amíg csak bírom. Kívánságát híven teljesítem. Kívánságát híven teljesít. Jupiter bátyám, bátyám így segítsen. Jupiter bátyám így segítsen. Most pedig te gyönyörűséges leányzó. Én csecsem billegető Líria esküszöm a bugyim kócára, hogy én ezt a bivarbójú, hasonló szeretetre méltó, borospofájú, halcsabajuszú, kokányórú, ferdenyakú, ökörtédű, bubosátú, kapcáslábú férfit szeretem. Szereted-e? Én szeretem. Szeretetből megyek hozzá, háló cimborául. Szeretetből megyek hozzá, háló cimborájú. Vele megelégszem, vele egerészem. Elgerészem vele. Megelégszek. Vele együtt hálok. Vele együtt hálok. Érte még a forró zsírból is kimászok. Érte meg a forró zsírból is kimászok. Egész életemben hűséges faromtartója leszek. Egész életemben hűséges. Miért? Faromtartója leszek. Leszek. Szaturnusz engem így segéljen. Szaturnusz engem úgy segéljen. Így. Most pedig húzzátok egymás ujjára a gyűrűt. Álljatok fel. Na jó. A házasságkötést követően a vőfély összehívta a násznép hölgytagjait, hiszen a csokordobás következett. Tessenek jönni, hölgyeim, fordulj meg, ifjú leányzó. Hármat fogunk számolni, én csak egyik tudok, a többit a násznép mondja. Tehát egy... Kettő! Három! Gratulálok! Ezt követően lehetősége nyílt televíziónknak az ifjú párt megkérdezni, akik elmondták megismerkedésük történetét. Az az igazság, hogy mentem az autóval, ott körülbelül a négyesen, és látom, hogy ott az út szélén áll egy menyecske. Nekem aztán meg rögtön megtetszett, szerelem lett első látásra. Miért döntöttek úgy, hogy házasságra lépnek? Azért, mert jön most már a baba. Hova mennek Nászútra? Holnap megyünk Nádudvarra, én megyek, de az asszony marad. Kedves mennyasszony, önnek is egyből megtetszett a vőlegénye, amikor megpillantotta? Akkor szép fekete bajusza. Az nagyon tetszik, még most is. A ceremóniát követően az ifjú párnak meg kellett oldania egy kirakós feladatot. A feladat megoldását követően az ifjú házasok elfoglalták helyüket a főasztalnál, elérkezett a vacsora ideje. A finom étek elfogyasztása után megkezdődött a táncos mulatság, melyet a friss házasok nyitottak meg. Halljunk szót, kedves vendégeink! Kedves egészségükre a vacsorát, és most az ifjú pár megkezdi a táncot. Szabad a csók, szabad a tánc, kérem kövessék őket. Nosza művész uram, húzza rá! Asszony, asszony, az akarok lenni, nékem ebben nem tartsa senki, sem apám, sem anyám, azért leszek itt szertek igazán. Tessenek jönni, kedves vendégeink, míg az égiek velünk vannak. Azért leszek itt szertek igazán. Asszony, asszony, szerest az uradat, én miattam ne veresd magadat, megállj te,
fekete csikó. Még az éjjel kifoglak a kocsiból, de megállj te, fekete csikó. Még az éjjel kifoglak a kocsiból. Egyre több vendég csatlakozott a tánchoz, a mennyasszony volt a középpontban, mint ahogy az lenni szokott. Felváltva kérték fel az ifjú arát, mindeközben a vőlegény is végig mulatott. De addig asszony nem fekszel az ágyra, míg meg nem lesz anyos, szóljon én. Majd a pár átöltözött, mindketten felvették civil ruhájukat, így folytatódott a mulatozás. Ezután újabb játék következett. Tehát van egy királyunk, egy királynénk, négy kerekünk, egy kocsisunk és két lovunk. Elkezdek mondani egy mesét, akiről szó van, az feláll és leül. Tehát azt mondom, hogy kocsis, akkor feláll és leül. Ha azt mondom, hogy lovak, felálltok és leültök. Aki téveszt, iszik. Jó? Ezt pálinkával szoktuk játszani, de most más a helyzet. Én mindig szeretek téveszteni. Jó. Tehát, ha azt mondom, akiről szó van, feláll és leül. Ha azt mondom, hogy kocsi, akkor mindenki feláll egyszerre és leül. Jó? Tehát akkor jobb kerekek, bal kerekek. Bal első, bal hátsó, jobb első, jobb hátsó kerék. Jó? Figyelem, játékosok, kezdem a játékot. Egyszer volt, hol nem volt, egyszer volt egy király. Királyné. Csücs. Egy szép napon úgy döntöttek, hogy tesznek egy utazást. Így szólt a királyné a királyhoz. Csücs. Királyom, drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, szeretett királyom, imádott királyom, hívasd a kocsist. Kocsis? Nem, ti lovak vagytok. Kocsis. Tévesztett iszik. Tévesztett iszik. Ti is isztok. Iszunk. Hívasd a kocsist. A mi hűséges kocsisunkat. A kocsis megjelent a király előtt. A király így szólt hozzá. Kocsisom. Drága kocsisom, egyetlen kocsisom, hűséges kocsisom, szeretett kocsisom, imádott kocsisom, fogd be a lovakat, a kocsi elé, a kocsi, mindenki feláll. Mert a királyné, az én hűséges királyném és király akarunk egyet utat tenni. A kocsis lement az istállóba, fogta a lovakat, befogta a kocsi elé. Akkor a királyné azt mondta a királynak. Drága királyom, egyetlen királyom, hűséges királyom, kérdezd meg a kocsist. Kocsist volt csak. Iszol? Felálltál, jó, iszol. Kérdezd meg a mi hűséges kocsisunkat, hogy a lovaknak elegendő zabot adott-e. Erre a király oda kiáltott a kocsisnak. Kocsisom, hé kocsisom, én drága kocsisom, jól megetetted a lovakat? Erre a kocsis így válaszolt. Igen, királyom, ló, dittani. Nem szoktam, egyszer csak bőségesen. A kocsis felült a bakra, ostorával a lovak közé csapott, és a kocsi elindult. Iszik Ildikó. A játék végeztével folytatódott a táncos mulatság.
mint a zsebkendő, négy sarka, simára van vasalva. A lánctáncoknak nagy közösségformáló erejük van, nem igényel különösebb tánctudást. Egy lakodalmi mulatság elmaradhatatlan része a vonatozás. A kiskockás partin sem volt ez másként. Megy a gőzös kanizsára, kanizsai állomásra, de előrül a masinista, ki a gőzös kanizsára igazítja. Előrül a masinista, de ki a gőzös kanizsára igazítja, de hátrafelé. Lassan beesteledett, de a jókedv és a vidámság nem hagyott a láb. Alkalmunk nyílt a vendégek közül is néhányal beszélgetnünk, akiket többet között arról is kérdeztünk, mi a véleményük a rendezvényről. Első alkalommal került megrendezésre a Kossuth Olvasókör által a kiskockás parti, retro parti. Mi a véleménye a mai rendezvényről? Szerintem nagyon jó hangulata van, friss, fiatalos, üde, és vannak benne olyan játékelemek, amiket én például nem ismertem, tehát ez külön élmény volt számomra. Úgyhogy szerintem ennek nagy sikere fog lenni a városba, úgyhogy én bízok benne, hogy ennek nagyon nagy hagyománya lesz. Meglepetés volt a mennyasszony vőlegény, tehát egy házasságkötés. Ehhez mit szól? Hát meglepő volt, mondjuk én személy szerint ismertem őket, úgymond civil formájukban mind a kettőket, de itt nem ismertem föl, tehát egy kellett egy bizonyos idő, nagyon jól sikerült a elmaszkírozásuk, úgyhogy jó volt hozzá a szöveg is, úgyhogy amit előadtak, és szerintem színfoltja volt ennek is, ez a lakadalmas hagyományoknak. Aztán nem ismertem ezt a fakanalas attrakciót se, hát érdemes ezeket, és gondolom nem tudom onnan szedték össze, vagy helyi hagyományok lehetnek, mert én nem ide való vagyok eredetileg, de szerintem ezek jó kerülőkat feleveníteni, és ennek biztos, hogy nagy sikere lesz szerintem. Mert most megy a lakodalmi mulatás, hogyan érzi magát? Hát én kitűnően, és mit látszik, le vagyok izzadva, úgyhogy ami kalóriát felszedtük, azt szerintem le is adtuk, úgyhogy friss, fiatalosan jól érzem magamat, és úgy látom a társaság beléjek is, és felszabadultak mindenki teljes örömmel. Nagyon jó van megszervezve, és örülök neki, hogy Ildikó ezt kitalálta, és nagyon-nagyon jót mulattunk minden egyes kis akár mi itt most történt, nagyon-nagyon jók nevettünk rajta, és ez a mulatás, ez nagyon-nagyon jó tényleg. Maga az esküvő alakodalom, az ugye egy meglepetés volt. Ahhoz mit tetszett szólni? Hát ismertem a mennyasszonyt is, a vőlegényt is, és fel is ismertük őket mondjuk, de nagyon jól megszervezték, és titokba tartották idáig mondjuk, de nagyon jó volt, nagyon jó volt. Tehát a lényeg itt az volt, hogy minél többet nevessünk, szórakozzunk, és felejtsük el a szomorúságot, és a vidámság volt mindennek az alapja. Reméljük, hogy ez mindenkinek tetszőség. Biztos, hogy követi majd a következő évbe is. Úgy szeretnénk legalábbis. Most ez még az első, ez egy ilyen bemutatkozó. Hát nekem nagyon tetszett személy szerint. Hát biztosan úgy éreztem, vagy úgy láttam, hogy mindenki jó szórakozott rajta. A maga az esküvő, az egy meglepetés volt. Ahhoz mit tetszett szólni? Hát tényleg nagyon jó volt, hogy egyáltalán vállalta valaki ezt a szereplést, mert azért nem mindenki tud így szerepelni. Nagyon tetszik a rendezvény, nagyon ötletesnek tartjuk, nagyon jól érezzük magunkat, és reméljük, hogy lesz folytatása. Sokan eljöttek, és jól érzik magukat, úgy látjuk. Maga az esküvő, az egy meglepetés volt. Az hogy tetszett önnek? Nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon nagy ötlet volt, nagyon élveztük, nagyon jól alakítottak. Hibátlan. Mi nagyon jól érezzük magunkat, mi nagyon szeretünk táncolni, nagyon szeretünk egy kicsit mulatni, félretenni a hétköznapok gondjait. Nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, vagyis hogy itt vagyunk. Nagyon szuper, jól érezzük magunkat, színvonalas. Ahhoz képest, hogy idősek vannak, szerintem nagyon jó. Volt egy meglepetés lakodalom, egy esküvő. Az hogyan tetszett nektek?
bohókás. Jó volt, vicces. Most már javában folyik a tánc, benne vagyunk az estében. Hogyan érzitek magatokat? Nagyon jó. Kellemes, jó az időjárás, és minden oké. Okay. Az est további részében már a táncé volt a főszerep, melyhez a talpalávalót Bényei Gábor zenész biztosította. A szervezők remélik, ezzel a rendezvényen sikerült mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtani, valamint a falusi lakodalmak hangulatát felidézni.